2010-ben Justin Werner súlyos autóbalesetet szenvedett. Az édesapja kirepült a járműből, Justin pedig elveszítette az eszméletét. Üvegcsörömpölés, majd minden lelassul. Emlékszem, ahogy jobbra-balra csapodom az autó a feje tetejére áll. Én pedig elveszítettem az eszméletem. Széttörve. Opioidok fogságában. Aztán csak arra emlékszem, hogy a mentőben kinyitottam a szemem, láttam a fényeket, és azt hittem, hogy álmodom. De minden nyomasztóan valóságosnak tűnt. Sietve keresztül toltak a kórház folyosóján, hallottam a bátyám hangját. Kérdeztem, John, te vagy az? Ő meg azt felelte, igen, minden rendben lesz. Justin 6 hétig nem volt terhelhető. Kerekesszékben ült, a vállait és a bokáját nem használhatta. Az orvosok fájdalomcsillapítókat adtak neki, végül már napi 8-at kellett bevennie. Opioidot, hidrokodont és perkocetet adtak neki. Édesanyámmal egyik szakorvostól a másikig mentünk. A végső diagnózis elkeserítő volt. Együtt kell élnem a fájdalommal. Csak egy kis enyhülésre vágytam. Nem tudtam, hogyan fogom elviselni hosszú távon a fájdalmamat. Depresszióba estem, és ahelyett, hogy beszéltem volna róla, elszigeteltem magam. Szükségem lett volna rá, hogy beszéljek valakivel arról, hogy mennyire szenvedek, hogy milyen nehéz ez nekem, és nem tudom, hogy hogyan tegyem túl rajta magam. De helyette megpróbáltam egyedül feldolgozni. Tudtam, hogy Isten más tervezett, mint hogy gyógyszereken éljek. Édesapám többféle gyógyszert szedett, amit általában a szobájában tartott. Egy este a szüleim már aludtak, én meg tévéztem, mikor a kávéskanna mellett megláttam egy üveg hidrokodont, amit én is szedtem. Egyedül vágtam bele, nem szóltam senkinek. Nem tudtam, milyen következményei lesznek a gyógyszer bevételének. Ezzel egy 2-3 évig tartó gyógyszerfüggőség vette a kezdetét. Az életminőségem rendkívüli módon lecsökkent. Elkezdtem betegeskedni. Nem előírás szerint szedtem, ezért fogyni is kezdtem. Sokszor megpróbáltam abba hagyni, de annyira erős elvonási tüneteim lettek, hogy nem tudtam letenni. Segítségre volt szükségem. Máskülönben nem ment. Szabadulni akartam belőle. Azt akartam, hogy véget érjen a függőség. Nem tudtam, hogy hogyan mondjam el bárkinek is. Egyedül éreztem magam, és bár volt, aki segítsen, de szégyeltem elmondani. Nem akartam senkivel beszélni, nem akartam elmondani, hogy gyógyszerfüggő lettem, ez van, itt tartok. Egyre jobban elszigetelődtem, a személyiségem is megváltozott. Előtte abban bíztam, hogy mindent megteszek a gyógyulásom érdekében. De hogy fogja így Isten a történetemet az ő dicsőségére használni? Hát ez egy nagy kérdés, hiszen mindent tönkretettem. Így értéktelen az egész életem. Szeret még Istene borzasztó bűn ellenére? Elkezdtem kételkedni az üdvösségemben, és egyre magányosabbnak éreztem magam. Tudtam, hogy segítségre van szükségem. Felhívtam édesapámat, és mindent elmondtam neki. Végre nem voltam egyedül mindezzel. Valaki ott volt mellettem. Valaki más is tudta. Egyáltalán nem voltam dühös rá. Együtt éreztem vele. A szüleim nem hibáztattak, nem ítéltek el. Meghallgattak, és azt mondták, hogy támogatnak. Hát, lassacskán, de így indult el a helyreállási folyamatom. Először megpróbáltam a szüleim segítségével, de gyorsan visszaestem, mert nem tudták, hogy hogyan győzzem le a függőséget. Rájöttem, hogy ez sokkal nehezebb, mint egyszerűen csak úgy abba hagyni. A lelkészünk javasolta, hogy kérjek tanácsadást, így egy tanácsadói csapattal dolgoztam egy éven keresztül. A folyamat során elkezdtem felismerni, hogy a függőségem ellenére hiszek, és igenis bízom Istenben, és meg vagyok váltva. Ez a bűn, ami olyan hatalmasnak tűnik, ami szégyent hoz az életembe, és amitől szörnyű embernek érzem magam,
sem választ el Istentől, ahogy a korábbi bűnök sem választottak el tőle. Az ő szeretete tart meg. Ez győz le mindent, és ad erőt, hogy leszámoljak az életemben lévő bűnnel. Le tudom győzni a függőséget, mert Jézus erőt adott az életemben lévő bűn legyőzésére. És a szenvedéssel is le tudok számolni, mert Jézus végig velem van. Ezzel az alappal elkezdtem felismerni, hogy a gyógyszerfüggőség nem az, aki én a Krisztusban vagyok. Megbirkózom a gyógyszerfüggőséggel. Vagy elfutok előle? Azt gondolva, hogy minden jobb lesz, ha elfutok? Vagy Jézushoz futok, és felismerem, hogy ez csak egy könnyű, pillanatnyi szenvedés. A Krisztusban való identitásom felismerése közben, az általam túl hatalmasnak tartott bűn közepette, Isten elkezdett újra reményt gyújtani a szívemben. Idén ünneplem, hogy 5. éve tiszta vagyok. És Isten minden lépésnél velem volt ezen az úton. Isten nagyon irgalmas volt hozzánk mindabban, amin Justin keresztül ment. Isten átsegített a szenvedésen, amiről nem hittem, hogy valaha is túl leszek. Ő a győzelem forrása. Ez a történet nem rólam szól, hanem az ő megváltó művéről. Megváltott abból, amivel nem tudtam megbirkózni. Megváltott egy életen át tartó szenvedésből. Így ez az ő megváltásának a története, amit másoknak is hallani kell.